Köszöntöm a nézőket, a Nyitott Bíróság programokról lesz majd szó a következő szűk fél órában, és itt van velünk a témához Andódi László törvényszéki bíró, a Nyitott Bíróság program koordinátora, de talán a hölgyekkel kellett volna kezdenem, bocsánat. Klem Rita és Zentainé Fejfer Márta, az első Béla gimnázium, a Szekszárdi első Béla gimnázium tanárai. Tehát tulajdonképpen mit jelent a nyitott bíróság, mi a célja, miért jött létre, mikor jött létre? Azt mondom, hogy 2012-ben. Igen, ennek a programnak igazából az volt a célja, hogy a felnövekvő generációkban segítsük a jogtudatosság kialakulását, jobban megismerjék a jogaikat, a kötelezettségeiket. Természetesen az is a cél, hogy ismerjék mondjuk a bírósági eljárásrendet, tehát tudják, hogy hogy zajlik mondjuk egy per a bíróságon, milyen lehetőségei vannak a bírónak, hogy hozza meg az ítéletet, tisztában legyenek az eljárásokkal, azon a szinten, amilyen szinten egy állampolgárnak mondjuk tisztában kell lennie. Gyakori kérdés, hogy tanúként kell menni, hogyan kell felkészülni, mit kell ott majd csinálni, mit fog kérdezni a bíró, és nem titkolt szándéka volt az is, hogy egyfajta szakmai utánpótlásnak is teret adjunk, tehát azok, akik érdeklődnek a szakma iránt, a program során megismerkedhettek ezzel. Az elsődleges célcsoport az a gyerekek, gondolom, illetve a fiatalok. Igen, nagyjából ugye a 12-18 éves korosztály, vagy ha kicsit bővebben nézzük, akkor a felsőfokú oktatásban résztvevők, hát itt elsősorban természetesen jogász, vagy igazságszolgált, vagy igazságügyi képzés, de hát szóba jöhetnek más képzések is. Az oktatási intézmények hogyan fogadták ezt a programot? Hát mi a Szekszárdi első Béla gimnáziumban most már tényleg úgy gondolom, hogy hosszú évek óta nagyon nagy rendszerességgel és előszeretettel veszünk részt a Nyitott Bíróság által kínált programokon. Úgyhogy mi nagyon-nagyon jól fogadtuk, mert mindig nagyon fontos az, hogy az oktatásban belül ugye nem csak mi tanárok vegyünk részt, hanem egyre inkább ugye kívülről a szakembereket bevonjuk. Úgyhogy ez abban szokott megnyilvánulni, hogy tényleg minden tanévben rendszeresen hívunk meg, vagy osztályfőnöki órákra, vagy történelem órákra bírókat, különböző témakörben adnak elő, és vagy az történik, hogy egyes osztályok, csoportok a bíróság épületét tekintik meg, vagy ebben az évben például előfordult egy börtönlátogatás, tehát ilyen színes iskolán kívüli programokon vesznek részt, amely mindig hát nagyon mély benyomást tesz. Jól fogadják a gyerekek akkor ezek szerint? Igen, úgy gondoljuk, hogy a tapasztalatok nagyon jók, a gyerekek nagyon nyitottak erre az új információ szerzési lehetőségre, és valóban komolyan az ő korukhoz méltó komolysággal, illetve még annál nagyobb komolysággal is nyilvánultak meg az előadáson. Nekem volt szerencsém a gyerekeket kísérni a Béla nap keretében megrendezett program keretében az előadáson, és nagyon komoly kérdéseket tettek fel dr. Andódi László bíró úrnak. Nagy örömünkre szolgált az a fegyelmezettség, amit a gyerekek az előadáson tanúsítottak, és az az érdeklődés, amit kifejeztek. Lehet tán azt is mondani, hogy egy kicsit a gyerekek előtt ilyenkor egy kicsit olyan ilyen misztikus dolgokat fednek fel? Ugye ők maximum televízióban, filmekben látják, hogy működik a bíróság, itt pedig a valóságban találkoznak vele. Kezdjük. Szeretném megragadni a szót, mert bennem is felmerült ez a gondolat, hogy egy kicsit túl misztifikált számunkra, mezei halandók számára, mármint hogyha a jogot tekintjük, ez a terület, ez az intézmény, és azáltal, hogy a bíró úr eljött hozzánk az iskolában, az ő környezetükben tartott előadást, emberként közelített a gyerekekhez, úgy gondolom, hogy ez a misztifikáció egy kicsit csökkenőben van. Hús-vér embert láttak a bíró úrban, aki tényleg partnerként kezelte őket az előadás kapcsán. De akkor ez is cél. Tulajdonképpen inkább, majdnem azt mondja, inkább eszköz. Egyszerűen a kommunikáció eszköze. A megértés eszköze. Tehát oda kell egymásra figyelni, ez egy személyes interakcióban ugyanígy van, mondjuk egy csoport interakcióban. A kollégákkal nagyon sokat dolgozunk azon, hogy interaktívak legyünk. A gyerekeknek rengeteg ismerete van.
ezek a gyerekek bizonyos szinten nagyon tájékozottak, csak nem tudják hova rakni ezt az információt, keresik azokat a kategóriákat, keresik a struktúrákat. Én azt gondolom, hogy ezért főleg úgy kell megszólítanom, hogy legyen egy párbeszéd közöttünk, tehát kérdéseket, ki tapasztalt ilyet, mit hallottunk, és egészen másképp van mondjuk, mint a jogász képzésben, az általános szabályt tanuljuk meg, itt sokkal gyakrabban alkalmazzuk azt a megoldást, hogy egy példát mondunk el, nyilván anonim módon, és azt elemezzük ki, és innétől kezdve a kategóriák helyükre kerüljenek. A misztifikáció szót én meg elmondjára nem nagyon használnám, ha talán annyiban van jelentősége, ha valaki így érzi, akkor mindenképpen adhat egy motivációt, egy nagyobb figyelemre, úgyhogy akkor ezt így talán köszönjük, de úgy gondoljuk, hogy a bíróság az az emberekért van, nem önmagáért. Nekünk azt be kell mutatni, hogy az emberek életében, a konfliktusaikban, a jogszabályok áthágásába hogyan épül be a jog, mit tud tenni a társadalomért, és hogy dolgozik. A tanmenetbe is be lehet építeni ezeket az alkalmakat? Igen, mindenféleképpen, mind az osztályfőnöki tanmenetekben, mind pedig történelem tanárként. Ugye a mi tantárgyunk már nem csak a történelemről szól, persze az is nagyon fontos, hogy a régmúltat megismerjük, de a tantárgyunknak a másik része a társadalmi és állampolgári ismeretek, sőt ez érettségi követelmény is. Tehát mi az órákon is ezzel foglalkozunk, de tényleg így a második fél évben, amikor már ehhez közeledünk a végzősöknél, a 12. évfolyamosoknál mindig meghívunk olyan bírókat, akiknek például az a szakterülete, hogy választási rendszer. Tehát én szinte ilyen kis küldetéstudatnak érzem, tavaly az osztályomhoz is három ízben jött el dr. Apari Szabolcs, aki hát tényleg úgy gondolom, hogy fantasztikus módon bemutatta a magyar választási rendszert, és ahogy a bíró úr mondta, nem, tehát mindig ugye attól félnek a fiatalok, hogy hú, hát jön egy előadó, és akkor unalma. Tehát tényleg kérdésekkel, kivetítés, tehát nyilván prezentációval, és azt várja, a bíró is azt várta, hogy minél több kérdést tegyenek föl, és hát tényleg 18. életévét betöltött állampolgárok lesznek, és nekünk nagyon fontos a gimnáziumban az, hogy olyan érettségi bizonyítványt kapjanak, ami mögött olyan tudás van, hogy amikor kilépnek a munkavilágába, a nagyvilágba, hogy a bíró is mondta, hogy jogi ismeretek legyenek, és olyan állampolgárok legyenek, hogy bizony felelősség tudatosan tudjanak élni, és ehhez nélkülözhetetlen, én úgy gondolom, a igazságszolgáltatás a demokrácia, és a demokratikus ismeretek, mert hát a harmadik hatalmi águnknak a megismerése nagyon fontos, én úgy gondolom. A kollégák, akik tartják ezeket az előadásokat, illetve hát van itt perszimuláció is, és sok minden más, de majd erről is beszélünk, őket mennyire könnyű rávenni, mert gondolom a munkájuk mellett, vagy azzal együtt kell ezt csinálják. Tehát nekik azért bíráskodniuk is kell a bíróságon. Hát az is, azt kihagyjuk. Nekik bíráskodniuk kell a bíróságon. Ezt a programot csak annyiban tudjuk vállalni, amennyi, hogy úgy mondjam, marad rá idő és energia. De azért meg kell mondanom, hogy nem tudunk vállalni minden programot. Ezt mi elég tudatosan végezzük, tehát úgy gondoljuk, az elsődleges feladatunk rovására semmiben ez nem mehet. Tehát hogyha úgy érezzük, hogy nem, hiszen képzések vannak, akkor természetesen ezt azon, hogy kellő tisztelettel, de ilyenkor el szoktuk halasztani, vagy egyáltalán töröljük. A törvényszék megállapodást kötött az oktatási intézményekkel, és ebben kértük is, hogy ezt vegyék figyelembe, hogy mi nem tudunk, hogy úgy mondjam, szolgáltatni. Mi bíróság vagyunk, azt tudjuk, hogy ha van idő, akkor és igény, és van jelentkező, akkor ezt megtesszük, tehát próbáltuk összhangba hozni. A másik, hogy a kollégák, képzeljünk el egy büntetőbírót, aki előtt ott van egy fiatalkorú vádlott. A bíró ebben az esetben már csak egy dolgot tehet, csak egyet, de azt igen, hogy a jogszabályok alapján lefolytatja az eljárás és kiszabja a büntetést. Hogy úgy mondjam, a szó általános értelemben segíteni a vádlottnak ilyen direkt módon nem tud. Nyilván jogszabály nagyon sok minden enyhít körülményeket, figyelembevételét lehetővé teszi. Sokszor érzem azt, hogy a kollégák nagy örömmel jönnek amiatt, mert ez egy jóval korábbi stáció. Tehát amikor még mondtam... Egyfajta megelőzés? Egy picit. Nem ez volt a program célja, tehát, de természetesen, hogy hatása viszont biztos, hogy van ilyen, ezt nagyon is kár lenne tagadni. Egyébként a rendőrséggel is vannak közös programjaink, amelyek már tudatosan. Tehát ez az egyik része. A másik része, ügyeket bírálunk el. Nagyon fontos, hogy
hogy tisztában legyenek a jogaik érvényesítésével, mert ha tudatosabbak, akkor kevesebb problémájuk lesz. Vagy egyszerűbben, tehát ha valaki egy szerződést úgy köt meg, hogy tudja, hogy egy tanúnak hogy kell azt aláírni, lehet, hogy lesz konfliktusa, de könnyebben fog tudni majd bizonyítani. Leegyszerűsödik az eljárás, hogy úgy mondjam, bizonyos szinten. Tehát segíti a bírói munkát is, az ügyfél jogérvényesítését is. És bocsánat, még egyetlen gondolat, hogy tulajdonképpen a jog az életünkről szól. És az én előadásaimban is sokszor utalok arra, hogy a jog lényegében a cselekvési szabadságunkat jelöli ki. De ez felelősséggel is jár. Tehát tulajdonképpen azt kell megérteniük, hogy a döntés van minden mögött, hogy ők mit szeretnének ezzel tenni. Tehát a kollégák önként jönnek hozzá, teszem, csak önként vesznek bent részt, tehát semmilyen kényszer vagy kötelezettség nincs. Ha bárkinek a feladatai most nem teszik lehetővé, akkor abban az időszakban kimarad. Lehet egyszer, lehet többször, kinek ideje, lehetősége, hogy engedi. Mondjuk ahhoz képest, hogy munka mellett azért elég szép eredményeket érnek el, vagy mutatnak a számok. Az iskolában például mennyire lehet ezt, hát nem azt mondom, hogy korlátlanul fogadni, nyilván nem lehet, de mennyire lehet úgy beépíteni, hogy ne csak egy évben egyszer jusson rá mondjuk alkalom. Gondolom, hogy nem szerénytelenség azt állítani, hogy nekünk is nagyon komoly időbeosztásunk van, bennünket is rendkívül sok szabály köt, elsősorban az órarendünk, a feldolgozandó anyagok, de tudjuk és látjuk, hogy mennyire előnyös a gyerekek számára ez a fajta információ áramlás, és igyekszünk beépíteni. Én 9. osztályfőnökként készülök arra, hogy a bíró urat hamarosan meghívjam osztályfőnöki órára, a gyerekek várják már őt, jeleztem már számukra, hogy további ilyenfajta élményben lesz részük. És még egy gondolat, tudjuk, hogy ez a tinédzser korosztály igen lázadó, és az önmegvalósítás, illetve a világ megváltás tervei vannak ilyenkor még a fejükben, de emellett észrevettük az előadás alatt, hogy ez a világ megváltás, ez egyfajta komolyságra váltott át, és tudják ők magukban nagyon-nagyon biztosan, hogy ők a jövő generáció. A gimnáziumban tanuló gyerekek lesznek talán a társadalom elitjei, és óriási feladat vár rájuk, és úgy gondolom, hogy átérzik a felelősséget, ezért érdemes tennünk ez irányba sokat. Nézzük meg azért egy picit most, mert itt ugye én már említettem, hogy perszimuláció, de tulajdonképpen milyen lehetőségek vannak. A legtöbb, ugye, ami a nyitott bíróság programban zajlik, az előadás, de nem csak előadások léteznek. Igen, az előadások is különböző témában, itt hallottunk, egy több tucat témában hirdettünk meg előadást, pont azért, hogy arra válaszoljunk. Van olyan kollégám, aki önmaga is jó néhány témában ad elő, és úgy gondolom, hogy rendkívül interaktívan nagyon kedvelik az előadásait, a kábítószertől, a közösségi oldalak használata. Ezek a fiatalok már közlekednek, vezetői engedéllyel rendelkeznek, közlekedési kérdések felmerülnek. A további programok pedig szépen erre ráépültek. Hát nyilván tárgyaláslátogatás az egyik, hiszen a tárgyalások nyilvánosak. A 14. életévet betöltött személy vehet részt a tárgyaláson. Ott a legplasztikusabban látja a bírói munkát. De ez megint egy érdekes dolog, mert egy felnőtt másképp ül be egy tárgyalásra, egy fiatal, vagy egy felnőtt kor előtt lévő személy, tehát 16-17 éves esetében ugyanakkor mi egy ilyen előkészítő órát csatolunk ehhez. Mire kell figyelni? Mit nézzünk? Tehát pontosan azért, hogy ha egyszer majd nézi akár a tévéhíradóban, akár a hírekben, akkor lássa is, mert az előbb nem beszéltünk róla, de a magyar jogrendszer nem az a jogrendszer, mint amit az amerikai filmekben látunk. Nagyon egyértelmű, hogy akik így van, hogy másképp zajlik, és szerintem nekünk az a feladatunk, hogy ezzel megismertessük őket, és világosan lássák, hogy mi van Amerikában, mondjuk, vagy egy angolszász országban. A tárgyalások azonban
azonban nem olyanok, mint a tévében, hogy mondjuk egy tárgyalás másfél órát lefut. Annak különböző szakaszai vannak. Lehet, hogy az elejére, a közepére, a végére, nyilván a bizonyítás az egyik legizgalmasabb, a tanúk meghallgatása, ezt azért nagyon nehéz. És ha időről beszéltünk, akkor ez egy kihívást jelentő műfaj, de nem lehetetlen, az idén is volt több ilyen. Ezért aztán behoztuk a perszimulációt. A perszimulációban van idő egy moderált bemutatására a tárgyalásnak, ott meg tudunk állni, mint egy filmfelvételt. Megállunk, kérdéseket, hol tartunk, rá tudunk mutatni például arra, hogy tanú hazudhat-e, ha igen, vagy nem, milyen következményei vannak, mi a helyzet a vádlottal, ki az ügyész, mit csinál, a bírónak milyen lehetőségei vannak, és ezt egy konkrét történetbe és az események sodrába tudjuk bemutatni. Nagyon kedvelik, erre azonban kevesebb, erre meg nekünk van egy kicsit kevesebb időnk, de azért minden évben van ilyen programunk is. A börtönlátogatásról már volt szó, azért a bíróság az nem a börtön, és nem a büntetés végrehajtás. Itt egy együttműködés van, tehát hogyha valaki rajtunk keresztül jelzi, akkor mi ezt továbbítjuk a BV intézetnek, viszont, hogy mégis mi is bent legyünk, és szeretnénk mi is mondani valamit, ezért hozzá szoktunk kapcsolni egy előadást, amely arról szól, hogy egy bíró milyen alapján szabja ki a büntetést. Tehát hogy néz ki, mit kell, milyen körülményeket vizsgál, hiszen innét lehet majd megérteni a hírekből is, hogy mondjuk nagyjából hasonló bűncselekménynél lehet, hogy a személyi körülmények vagy a büntető élet előzményei miatt nem teljesen ugyanaz lesz majd a kiszabott büntetés, és hát innét értjük meg egyáltalán akkor a kommunikációval a híreket. Mi érdekli a legjobban a gyerekeket? Gondolom nem annyira egy munkajogi eset, sokkal inkább egy bűneset vagy a büntetőjog. A büntetőjog. Tehát az, hogyha osztályfőnök órán is beszéltünk arról, hogy milyen előadásokat, milyen témában hívjunk, akkor mindenféleképpen a büntetőjog. Illetve hát ami nagyon érinti őket, amint a kolléganő is mondott, tehát az ők is tinédzser életükben. Tehát egy diák csínyből, hogy lehet az egy büntetőjogi kategória. És nagyon megdöbbennek, tehát több ilyen előadás is van, hogy ugye az internet világa. Tehát attól a perctől kezdve, hogy te valamit feltöltesz az internetre, fölveszed a tanárt, stb. Ebből bizony nagyon-nagyon komoly következményei lehetnek. És ezzel így tényleg, mert azt, hogy én elmondom osztályfőnökkel, hogy hallottátok, meg láttátok, meg olvastuk, az soha nem akkora élmény, amikor tényleg a bíró úr elmondja, hogy az én itt Tolna megyében, az én praxisomban ez és ez történt. Akkor gondolom, ez is fontos. Nyilván a büntetőjog. Hogy a gyerekeket a saját életkori helyzeteikben... Itt mind csatlakoznék, mert ugye ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen a gyerekeket, én meg tudjuk mondani, mert elég sok adatot gyűjtünk erről, a gyerekeket igazából a saját élethelyzeteik érdeklik. Nagyon sok, igen, a Bertaldó András bíró kollégám például kifejezetten élethelyzeteket vesz elő, és annak nem csak a büntető, hanem az is a polgári jogi vonatkozásait elmondja, magam is, de többen vagyunk így, mert nem csak büntető jog van, élethelyzetekben gondolkodnak ők, nem jogi kategóriákban, de ezt mi ugyanúgy tudjuk kezelni, hiszen egy élethelyzetnek több jogi aspektusa van. És hát amin nagyon sokat dolgozunk, hogy egy kicsit a polgári jogi ismereteket, hiszen bízunk abban, hogy olyan büntetőjogi eljárás nem fog érinteni fiatalt, viszont polgári mindenkit fog folyamatosan, és ez talán 14 évesen még annyira nem fontos, de hogy megyünk a munkavilágába, és ahogy felnőtté válunk, bizony a munkajog is megjelenik, hogy kell munkaszerződést kötni, mire kell azért figyelni, és megjelenik a szerződés, a kártérítés, a károkozás, és ennek a tilalma, és én úgy gondolom, hogy tudunk olyan példákat mondani, amelyek azért megérintik őket. Tehát ez a korosztályt érdekli a saját joga és a saját kötelezettsége is, azt gondolom. Említettük már itt a beszélgetés elején, hogy azért ennek egyfajta utánpótlás képzés, felkutatás is lehet a feladata, vagy az egyik rész feladata. Önök hogy látják, a gyerekek mennyire mozdulnak el egy-egy ilyen előadás vagy program hatására, például a jogi pálya irányába? Én nekem személy szerint van erre tényleg tapasztalatom, mert az én osztályomban is ugye többször hívtuk meg, illetve nálunk az első Béla gimnáziumban tényleg nagyon sok olyan program van, amivel segítjük a diákokat, és pályaképeket mutatunk, modelleket mutatunk be nekik, és hát ez mindenféleképpen egy nagy segítség. Tehát amikor ott van a bíró, és nagyon sokszor előfordul, hogy a 45 percben nem is férünk bele, mindig belemegyünk a szünetbe, mert a végén már olyan kérdéseket tesznek föl, ami nem konkrétan most az eljárásrenddel kapcsolatos, hanem valóban az,
hogy maga a bírói pálya milyen. Tehát, hogy néha még ilyen személyes kérdések is voltak az egyik bírónővel kapcsolatban, hogy hát hogyan lehet például tényleg semleges maradni, vagy hogy képes-e erre, vagy hogy volt-e már olyan esete, amikor nagyon-nagyon elérzékenyült. És tehát, hogy tényleg olyan kérdések, amit nem is gondoltam, hogy így föltesznek a diákok, de ez már az látszik, hogy ők akkor a jogi pálya iránt érdeklődnek, és volt olyan, aki azt mondta, hogy na, akkor én ezt megpróbálom. Kilencedikeseknél még korai erről beszélni? Én úgy érzem, hogy nem korai. A Job Shadowing program, az Árnyék program, amikor is egy szakmáját szívesen űző személyt követnek a gyerekek egy teljes napon át, ez most új ebben a tanévben, ez nagyon bevált ez a program. Az én osztályomban járó gyerekek igen nagy százalékban vettek rajta részt, és nagyon nagy sikerrel, nagyon komoly jó tapasztalatokat meséltek el a gyerekek a program után. És éppen arról beszélgetünk nem egyszer a diákokkal, hogy ők sem érzik még elégségesnek a megtapasztalást a pályaválasztásuk előtt, és ezért nagyszerűek ezek a programok, ezért tiszteletre méltó, hogy ebbe be tudjuk őket vonni. Minden alkalmat megragadunk, hogy ezt megtegyük. Hány embert sikerül bevonni? Az országos adatokat láttuk, ugye 2018-as lezárt volt, ahol ilyen hát nagyságrendileg 60 ezer ember, és az is látszott, hogy 2012-től ez folyamatosan emelkedik. Emelkedik ez még tovább majd? Én azt gondolom, talán már nem emelkedik. Tehát azért ennek határai vannak. Tehát én azt gondolom, hogy mindennek van egy újdonság ereje, és persze arra is törekedni kell, még egyszer az erőforrások nálunk is korlátozottak, arra is törekedni kell, hogy elsődlegesen a munkánkra koncentráljunk. Ha megmaradt időben nem tudunk három programot tartani, akkor egyet kell nagyon komoly minőségben. Tehát mi a szervezésre is azért fordítunk figyelmet, hogy a kollégák a lehető legkevesebb időben legyenek távol. Ugyan itt kint voltunk, de nagyon sokszor jönnek be a bíróságra, és ott nézik meg az épületet, és mondjuk el a bírói hivatásról, amit úgy gondolunk talán fontos lehet. Tehát a szervezésnek is az a feladata és a célja, és az együttműködésnek, hogy ne vonjuk el nagyon hosszú időre. Én nem is gondolom, hogy ennek a programnak a sikerét, ez csak egy lapmuszpapír jelzi, hogy igény van erre. Valami olyasmitben kezdtük dolgozni, amire igenis igény van. Meg kell találni ennek a kereteit, a határait, de azt hiszem, hogy azért ez nem növelhető, és talán nem is cél ennek a növelése. Minden bizonnyal, ahogy a nemzeti alaptantervet az erre egy szakértő emberek ugye, szervezik, biztos vagyok bent, hogy előbb-utóbb beépülnek ilyen ismeretek. És lehet, hogy akkor már az alapismeretek, hogy úgy mondjam, tananyagilag feldolgozottak lesznek, és már elég lesz csak egy-két ilyen alkalom, mert már olyan szinten tud mondjuk egy osztályfőnök is példákat hozni, bemutatni, ne adj Isten videóanyagokat felhasználni, amilyet már ő is tud. Vagy volt olyan hely, ahol több tanárt hívtak meg, és ott a bíró kollega elmondta, hogy hogyan kell egy esetet feldolgozni, és nyilvánvalóan ők már utána az órákon meg tudták ezt tenni. Tehát azért mi egy olyan területen dolgozunk, amelyben még rengeteg szervezetnek van helye, lehetősége, de minden bizonnyal jól tudtunk reagálni erre. Hozzátéve, hogy azért Tolna megyében, most a gimnáziumot hívtuk ide meg, de 24 intézmény vett például tavaly is részt a programba, és hát ennek nagyon örülünk, mert lefedjük végül is a megyét. Tehát nem arról van szó, hogy mondjuk csak Szekszárdon, hanem Tamásiban, Pakson, Bonyhádon vagy Dombóváron ugyanúgy elérhető a program. És bíró úr, egy kicsit szerény, de én azért néztem az adatokat és a szekszárdi törvényszék. Hát hogyha nem is a dobogós helyen van az országos törvényszégek között, de hát nyilván nem is a legnagyobb, tehát nem lehet ezt annyira elvárni, de azért én első 5-6-ban úgy ott látom a programok számát tekintve, a résztvevők számát tekintve is. Lehet, hogy szerénységnek tűnik, de nem az. Én azt gondolom, ha én most csak arról tudnék számot adni, hogy volt 12 program egy évben, de azt ugyanígy hasznosnak tartanak, akkor azzal is elégedettek kellene, hogy legyünk.
ha annyira van lehetőség, akkor annyit kell tennünk. Van egy kommunikáció, egy új kommunikáció is volt egyébként az oktatás. Két ilyen egymástól azért picit távoli rendszer, mert ugye a közoktatásnak a középszintjét érintjük, és nem mondjuk a jogi igazságügyi képzést, és nem tudunk, tehát még egyszer nem tudunk, mint egy oktatási intézmény működni. Az, hogy ez így alakult, az sok körülménynek tudható be. Talán a kapcsolatoknak azt, hogy struktúráltuk a szervezést, azt, hogy kapcsolattartókkal dolgozunk, az, hogy igyekszünk, hogy akkor egy alkalommal esetleg két osztályt érjünk el, ugyanakkor megmaradjon a személyesség, az interakció. És ha ez így alakult, hogy éppen a sorrendben mondjuk nem a közepén vagyunk előrébb, akkor ez ugyan rendben van, nem a nagyobb örömöt nem ez okozza számomra, hanem egyértelműen az, hogy jelen van a program, hogy olyat csinálunk, ami helyén van, amire szükség van, és ami van, ami létezik, és talán ennyi. Köszönjük szépen, hogy itt voltak, az időnk vészesen lejárt, és azt hiszem, hogy talán egy kicsit sikerült betekintést engednünk ebbe a programba, és talán azt is el lehet mondani, hogy lehet, hogy némely felnőtteknek sem ártana egy-egy ilyenen részt venni. Köszönöm szépen még egyszer, hogy eljöttek, a nézőknek pedig a figyelmet köszönjük, viszontlátásra!